Idén 25 éves a Kárpátaljai Krédó verséneklő együttes. A jubilom alkalmából 4 napos zenei fesztivál lesz Balatonbogláron. Az együttes küldetésének középpontjában a kisebbségi magyar sors bemutatása áll. Többnyire a határon túli kisebbségi magyar sorsban élő költők verseit zenésítik meg. További részletek Barnától és vendégétől. Köszönöm szépen, Tóth Csaba Attila a vendégem. Jó reggelt kívánok, a Krédó Együttes tiszteletbeli tagja, egyébként orvos, jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Onnan indulnék, 25 év, szép nagy idő, de a nevéből induljunk, a Krédó, latinul hitvallást jelent. Megbízni valakibe, igazat adni valakinek, igéző már az elnevedés is. Hát valóban a Krédó Együttes nevében is hordozza azt a missziót, amit vállalt. Egyébként református hitvalló felekezethez tartoznak a tagjai. Én magam is református lelkipásztornak a gyermekeként találtam rájuk annak idején 2007-ben. És mind a versek, amelyeket a költők, akik kisebbségi magyar sorsban éltek, Kányádi Sándor, ugye a Isten háta mögött című versében, hogy előrelátó vagy, de mégis nézz, Uram, a hátad mögé is, ott is lakoznak, és ott is örülnének a mosolyodnak. Tehát ők az Isten háta mögöttiséget megélt költők által megírt verseket zenésítik meg, és éneklik el úgy, hogy az hiteles, mert verséneklő együttes, a Kalákától a Szélkiáltóig, nagyon sok van Magyarországon, és szeretem őket, de ők produkciót adnak elő, nagyon jó produkciókat, kiválasztanak egy szép verset, és megzenésítik, és nagyon klassz. A Krédó, meg Ivaskovics József lenne a hivatott egyébként a vezetője, hogy itt szóljon, kiválasztja, vagy megérinti őt egy vers, az ő sorsukat érintő vers, és azt zenésítik meg, és ezért hitelesek. Ők nem produkciót adnak elő, hanem vallomást adnak. Minden egyes zeneszám egy vallomás. A szülőföldről, az ottmaradásról, a kitartásról, valóban a sorstalanságról. Na meg hát azért teríti a kultúrát is, azért ne felejtsük el, a zenén keresztül, a verseken keresztül. Hát a kultúrát, a magyar nyelv őrzése. Önmagában a kultúránknak a legnagyobb része a nyelvünk. Ezt határon túl, ahol még bűn abban is, él a nemzet. Még bűn is magyarul megszólalni, Kárpátalján most különösen, ugye, nyelvtörvény ide, nyelvtörvény oda, de Szerbiában sem olyan nagy divat magyarul beszélni, akkor is, ha tudnak, mert azért ott is volt, felvidéken is. Tehát azért az elszakított területeken a magyar sors, a magyar nyelv azért nem divat. Doktor, egy tiszteletbeli tagnak milyen feladata van egy együttesben? Hát a tiszteletbeli tagság az így lettem megnevezve, hogy tiszteletbeli tag, mert amikor rájuk találtam 2007-ben Kárpátalján, akkor azt éreztem, hogy mi mostoha anyaországiak vagyunk 2004. december 5-e után, tehát nem igazi anya országiként viselkedünk, vagy viselkedtünk közösségileg, és nekünk van szükségünk arra, hogy ők tanítsanak bennünket a példaadásukkal, a kiállásukkal, a hitvallásukkal, mi tanuljunk tőlük magyarságot, nemzeti öntudatot, és azért hívtam őket Magyarországra, és több mint 150 alkalommal sikerült koncertet szervezni nekik, akik 2006-7 táján már majdnem a megszűnés felé jutottak. Ön mögött van egy kép, és ott Balatonboglár látszik, pontosabban Balatonbogláról lehet átlátni Badacsonyra, Révfülöp, Ábrahám hegy ott szembe. Na hát ott most egy hosszú-hosszú koncertsorozat kezdődik. Annyi minden van a programban, hogy én nem ismernék ki venni belőle egyet sem. Önre bízom. A Krédó 25 éves évfordulóját egyébként 2020-ban ünnepelte volna, de ugye 2 év csúszás a Covid és az egyéb más helyzet miatt. Most a háborús helyzet okán bizonytalan, hogy ki tud átjönni, vagy ki nem tud átjönni. Nekem nagyon tetszett az, hogy 2015-ben a 20 éves évfordulón nem magát ünnepelte az együttes, hanem Kárpátalján, Ungváron azokat a református lelkipásztorokat, illetve kántorokat,
díjazták és jutalmazták, akik a szürke hétköznapokban, vasárnapokban, de a magyar nyelvet az énekléssel, a zsoltár énekléssel életben tartották, és talpasként dolgoztak azon, hogy a kultúránk az maradjon meg a hétköznapokban is. És nem magát ünnepelte. Most sem magát ünnepli a krédó, hanem 60-70 kárpátaljai résztvevővel, Kisgelyőci zeneiskolából, Szalókáról, aztán a Ráti Szent Mihály gyermekotthonból, amiről azt érdemes tudni, hogy Böjte Csaba féle otthonokhoz hasonlóan árva gyerekek laknak ott, de itt családias környezetben, tehát egy házas pár nevel 8-10 árva gyermeket, akik között van ukrán is, akik már magyarul tanulnak, tehát magyarosodnak az ukránok a Szent Mihály gyermekotthon hatására, és ott is zenetanárként működik Ivaskovics József. Tehát az egész krédónak a hitvallása és missziója nem csak a saját maguk, mint együttesnek az előadása, hanem a tagok által, és főleg Ivaskovics József által megalapított különböző iskolák, és így jön Szalókáról, így jönnek Mezőváriból, például Kovács család, akinek az egyik látom gyermeke, itt, a Dani, ugye a Pál István Szalonnának. Ez egy népi együttes, innen leszekszem. Az egyik kedvenc tanítványa, a Tamás meg bőgőzik, sokszor kis sámra kellett állnia, mert csak úgy tudott bőgőzni, de az egész család ilyen muzikális, és ugye a feleség, a Lőrinc Erika, ő a krédónak volt valamikor tagja. Aha. De önállósodtak. Ők csinálják a mezővári dolgokat. Ugyanígy mások, Csákány Marian, Kisgelyőcön a Gyöngykalár is zeneiskolát viszi, és onnan hozza majd a gyerekeket. Balaton Boglára elnézést, kicsit izgulok. Nem izguljon. Nem kell. Nem, hát nem kell. A végére a léleképítőről egy pár szót ejtsünk meg. A léleképítő az tulajdonképpen ha szabad azt mondani, a saját találmányom, olyan értelemben, hogy Balaton Szárszón voltam 1999-ben egy értelmiségi, református értelmiségi konferencián, ahol egy az egyben zsinórba hallgattam Kopp Máriát, Bagdi Emőkét, Balcó Andrást, dr. Hegedis Lórend püspök összefoglalóját, tehát egy ilyen kampányszerű program volt, és megirigyeltem magamat, hogy milyen jó nekem, hogy ilyeneket hallgathatok, de mi lesz jövőre, el tudok-e jönni, mi van a rokonaimmal, a szeretteimmel, ők nem tudnak eljönni. Hát csináljunk egyet ilyet Szekszárdon, de nem kampányszerűen, hanem minden hónapban hívjunk meg egy olyan embert, aki a nemzet asztalára már letett valamit, és őt személyesen hallgassuk meg, így Melokkó Miklóstól Mokovec Imrén át, sok, azt lehet mondani, hogy 150 ember körülbelül megfordult ezen a léleképítőn, és ide hívtam 2007-ben a krédót először. Nagyon szépen köszönöm. Szeretném átadni a stúdiónak a CD lemezeit a krédónak, hogy legyen itt talomba adott esetben. Hát most itt valamennyi kollégám nevében, akiket össze tudnék számlálni, hálásan köszönjük. Én köszönöm a lehetőséget.